Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Ez a felvétel két napra szól, június 17-ére és június 18-ára. A hold a Sravana holdházban van. E felett a holdház felett a hold uralkodik, és utal az érzelmeinkre, utal kisebb változásokra. Amit ez a holdház még jelent, ez a tanulás. Vagy te tanulsz valamit, vagy te adod tovább a tudásodat. Itt van kommunikáció, itt lesznek fontos beszélgetések. Egy jó hír várható, vagy egy szerződés. És ez a szerződés, ez a hír az anyagiakkal áll összefüggésben. Itt rendezheted a pénzügyi dolgokat. De ez a téma nem csak a pénzt jelenti, hanem az értékeket, a belső értékeket is. Lehet, hogy valaki közli veled, hogy mennyire értékes vagy számára. Itt vannak tervek, de mielőtt ezeket a terveket megvalósítod, legyen meg a hited, erősítsd ezt a belső erőt, ezt a belső hitet. Nagyon fontos egy bírósági ügy, vagy az igazság, hiszen ide fekteted most be az erődet. Ez javulni fog, hiszen megkapod az igazságot. Vagy ha benne voltál egy bizonyos helyzetben, ami eddig igazságtalanságnak tűnt, akkor most megvan a lehetőséged arra, hogy védd magad, bebizonyítsd magad, megkapod az igazságot. Ami a szívügyi dolgokat illeti, tehát a szerelmet, Vénusz bolygó az a határon van az indiai számítás szerint. 17-én még a kos jegyében, 18-án pedig már a bika jegyében van, ahol Vénusz bolygó nagyon jól érzi magát, hiszen uralkodik a bika jegye felett. Tehát itt ki tud bontakozni, otthon van. Ez kihat ránk hölgyekre, és kihat a szerelemre. Ez az átmeneti időszak, itt egyik jegyből áttérni a másikra, ez olyan, mint egy kerítés. Ez lehet, hogy kivált még korlátozásokat, nem tudjuk hogyan tovább, de ha Vénusz bolygó már áttért a bika jegyébe, akkor megnyugszik minden, és előre mennek a dolgok. Ez az átmeneti időszak, ez a kerítés, átlépni az egyik jegyből a másik jegybe, ez a Dasha Sandhi energia mező. És ez a Dasha Sandhi energia mező azt jelenti, itt a múltra kell odafigyelni, valamit rendezni, vagy valamit lezárni, de nem előnyös most egy új kezdetre. Tehát kell még egy kis türelem a szerelmi élet területén, mire lesz itt változás, vagy egy új kezdet. A Merkur bolygó és a nap egy úgynevezett Vosi jógát képez. Az azt jelenti, hogy Merkur bolygó adja az impulzust, itt beszélgetésekről van szó, a nap ezt elfogadja, itt tisztázni akar valamit, de a nap előtt nincs bolygó, tehát nem tudjuk, hogy hogyan tovább. Ez azt jelenti konkrétan, itt lesznek beszélgetések. Megvan ez az igény valamit tisztázni. Lesznek lépések, lesznek változások, de nem tudjuk elképzelni, hova vezet, hogyan tovább. Van a Hold és Szaturnusz bolygó között egy úgynevezett Sunapha jóga. Itt az érzelmekről van szó. Itt megvan ez az igény, hogy kimutassuk az érzelmeket.
vagy szeretnénk azt, ha mások mutatnák ki az érzelmeket. Itt Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez sikerül. Tehát megvan arra a lehetőség, hogy érzelmekről beszéljünk. Az indiai asztrológiában nem csak ez a táges horoszkóp, most németül mondtam, bocsánat, nem csak ez a napi horoszkóp van, vagy a születési horoszkóp, hanem az indiai asztrológiánál van az úgynevezett szerelmi horoszkóp. Ebben a szerelmes horoszkópban Mars bolygó az a bak jegyében van, ez utal a férfiakra, ahol vannak bizonyos célok, és a férfiak szeretnék ezt megvalósítani. Ebben a szerelmes horoszkópban Merkur bolygó a halak jegyében van. Merkur bolygó utal a beszélgetésekre, és a halak jegye az a víz eleméhez tartozik, az jelenti az érzelmeket. Most megvan a lehetőség arra a szerelmi élet területén, hogy érzelmekről beszéljünk. A hold az a bika jegyében van, a hold utalhat változásokra, anyai témákra, vagy jelenti az érzelmeket, a bika jegyében fontos a biztonság érzete, vagy megvan ez az igény az anyagiakat rendezni. De mivel itt szerelmes horoszkópról van szó, akkor a hold itt a bika jegyében azt jelenti, hogy mennyire fontos a biztonság érzete a párkapcsolatot illetően. Vénusz bolygó ebben a szerelmes horoszkópban a nyilas jegyében van, ami utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra, jelenti a tűz elemét, különösen nálunk hölgyeknél, ez a bátorság, a lelkesedés, és a szenvedély. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!